Flamenco gitár, ugye a Kempsnek az MC-11-S változata, Cypress kávával és háttal, fenyő fedlappal. Furcsa, mert így, gyakorlatilag így kézbe vettem rögtön, próba nélkül. Ugye, hogyha megnézzük, akkor van egy ilyen kis dőlésszöge a nyaknak, ezért ugye... klasszikus gitárosnak talán egy picikét szokni kell, ez a nagybáréknál meg is mutatkozott, viszont olyan jó hangszíne, hogy egy simán elmenne akár egy klasszikus gitárnak is, tehát nem az a csörgős flamenco hangszer, hanem ilyen tiszta. Tehát, hogy még ennél az erősségnél sem zörög. Hiába tradíció, az tradíció, azt kell mondani, és hát nyilván a flamenkósok tudnak valamit. Tehát ott van benne ez az íz. Egy finom hangszer. Ha úgy lenne pénzem, komolyan minden stílusirányzathoz külön gitárt kellene venni, tehát az egészet haza lehetne innen vinni, és akkor egy koncertre elmenni 8 gitárral. Úgyhogy az első két műsorszámot játszani egy ilyen fenyőfedlapos hangszeren, úgy, ami olyan lágyabb, ami vaskosabb. Az előbb játszottam ugyanezt a darabot egy cédrus fedlapos M14-en, ha jól emlékszem. Tehát érdekes lesz majd összehasonlítani, hogy hogyan szól a kettő. A cédrus az pedig ilyen nagyon jó erőteljes energiákat tol, úgymond. Ez pedig ugye flamenco gitárhoz képest tényleg jól meg lehet fogni, és nem zörög. Tehát igazából itt egy jó klasszikus gitár.